Jó estét kívánok, Aktuális című magazinunkat látják. Mai adásunkban online beszélgetek Mucsi Balázzsal. A Békés Csabai Szakképzési Centrum főigazgatóját a szakképzés átalakításának első tapasztalatairól és a koronavírus járvány második hulláma miatt meghozott intézkedésekről kérdezem. Üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket. Üdvözlöm, szeretettel köszöntöm a televízió nézőket. Gyakorlatilag többször beszélgettünk önnel is, illetve a kollégáival is azról, hogy szeptemberben teljesen átalakult a szakképzés Magyarországon. Arra kérem néhány gondolatba, mondatba idézze föl, hogy ez pontosan mit is jelent. Igen, a szakképzés és a munkaerőpiac is folyamatos átalakuláson megy keresztül, mióta világ a világ. Ezt próbálja ugye a szakképzés követni, illetve megelőzni különböző lépésekkel. Így módon a korábbi szakgimnáziumi képzés és a szakközépiskolai képzés az idei évtől már átalakult technikummá és szakképzőiskolává. Ez a legnagyobb változás. Ugye elnevezésében már ismerhetjük mind a két területet, tehát a technikumot is, amely 5 éves, valamint a szakképzőiskolát is, amely 3 éves képzést akar, hisz korábban is volt a történelemben, azonban az elemeiben mindenféleképpen változott ez a terület, hisz a technikumban egy kötelező 5 éves képzést képzeltünk el, amelyben nem csupán érettségit kap a diák, hanem technikusi oklevelet, és számtalan olyan pozitívummal jár maga a képzés, amely egyrészt ugye akár a nyelvi, a szakmai magas szintű képzettséget, valamint a felsőoktatásból való becsatlakozást, viszonylagosan könnyű becsatlakozást rejti magában. Tehát azokat a diákokat, akik a technikumi területre jelentkeznek, és jelentkeztek már akár az idei évben, ő nekik bízunk benne, hogy nagy többsége a felsőoktatásban is akár megtalálja a lehetőségeit. De éppen a mai napon beszélgettem egy vállalkozóval, aki azt mondta, hogy a most technikumba becsatlakozó diákokkal ő már szívesen kötne most az első évben, 9. évfolyamban szerződést, mert végigkövetné, és akár az 5. év után szívesen együttműködne vele. Nagyon fontos dolog az, hogy az átjárhatóságot a törvényalkotó első számú helyre tette, tehát 9.-10. évfolyamban, akár a technikumban, 9. évfolyamban a szakképzőiskolában a diákok egy ágazati vizsgát tesznek, de addig a közismereti órák száma az szinte teljes egészében, a technikum esetében megegyezik a gimnáziummal, így módon 10. évfolyamig az átjárhatóság viszonylag egyszerű. 10. évfolyamot követően pedig a gimnáziumból becsatlakozni a technikumba már nehézkes, hisz ott a diákok ágazatot választanak, ugye 9.-10. évfolyamban, a 10. évfolyam után pedig már direktbe azt az ő által választott szakmát fogják tanulni. Nagyon fontos változás az idei évben, eddig is ugye ösztöndíjról beszélhetünk a szakképzési rendszerben, azonban a következőkben ettől az évtől már nem csupán ösztöndíjat kapnak, hanem munkaszerződést kapnak a duális képzésben résztvevő diákok a munkaadótól, munkaszerződés mellett pedig munkabért fognak kapni, amely már bőven a 100.000 forint fölött is lehet a végzős évfolyamok esetében. És még egy nagyon fontos dolog, amely a tanulmány, illetve a vizsga átlag viszonyításában mindenféleképpen egy pozitív dolog, hogy egy pályakezdés, egy életkezdési díjat, összeget is kaphatnak, amely 300.000 forint lesz, miután rendesen és rendben abszolválták az évüket a diákok végzős évfolyamot követően. Ezek alapján a diákok mennyire voltak, a most felvételiző diákok mennyire voltak tisztában azzal, hogy milyen lehetőségeket biztosít nekik például a technikum, vagy éppen a szakképzés? Tehát a felvételin ez mennyire látszott, hogy gondolkodnak ebben? Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen gondolkodnak benne, hisz a felvételi lapokat, ahogy beérkeztek hozzánk, láttuk azt, hogy egyre többen és egyre inkább mozdulnak el a technikum felé a diákok, sőt azok, akik korábban esetleg a gimnáziummal kacérkodtak, közülük is volt olyan az elmondások alapján, akik mégis a technikumot választották, mert itt találták meg a számítás, vagy találják meg vélhetően majd a számításaikat. Én azt gondolom, hogy a jövőben
egyre több információnk lesz erről már olyan szinten, hogy tapasztalatunk, és ahol a diák mondja el a diáktársának, vagy a szülőtársának az, hogy mik a tapasztalatok, és én mindig azt mondom, hogy általában ez a legfontosabb visszajelzés. Emellett mi is megpróbálunk mindenféle tájékoztatással élni, azonban a mostani vírushelyzetre való tekintettel azok a kontakt találkozások a diákokkal és szülőkkel, amelyek voltak, pályaválasztási vásárok, szülőértekezletek, vagy direkt megkeresések az osztálytermekbe, ezek egész biztosan átfogalmazásra kerülnek, hisz megpróbálunk a digitális térben, a digitális világban olyan segítséget nyújtani, amely mindenféleképpen a pályakezdésben, illetve a pálya orientációban segítsége lehetnek. Nagyon nagy segítségünk ebben a Békés-megyei Kormányhivatal, nagyon sokat segítenek az orientációban, és a kereskedelmi iparkamara itt Békés-megyében szintén nagyon aktív ezen a területen. Őket is nagyon szívesen lehet keresni, és szívesen fognak segíteni. És akkor gyakorlatilag a válasszal át is tértünk arra a témára, ami ugye most meghatározza a napjaikat, hiszen néhány napja, szeptember 1-én a tanévnyitón beszélgettünk, és akkor azt mondta, hogy van olyan intézmény, ahol már úgy kezdték a tanévet, hogy hibrid tanrenddel, de pontosan mit is jelent ez, hogy hogyan készülnek a koronavírus járvány második hullámára? Igen, a hibrid tanrenddel van olyan iskolánk, amelyik így kezdte már meg abszolút a működését, azonban hisszük és valljuk azt, hogy a koronavírus okozta átrendeződést, az nem csupán kárral jár, hanem egész egyszerűen rengeteget tanulhatunk belőle, és ami nagyon fontos, hogy ráeszmértünk arra, hogy nagyon sok olyan platform van, amelyet egyrészt tudunk hasznosítani, másrészt pedig már most jelen pillanatban is rendelkezésre áll, sőt az első pillanattól kezdve rendelkezésre áll a kollégák és diákok számára. Úgyhogy az egészen biztos, hogy majd minden iskola tekintetében leszögezhetjük azt, hogy a diákok új szemléletben, projekt szemléletben fogják elsajátítani a tanításhoz és ezzel a tanuláshoz szükséges ismereteket. Mégpedig ez arról szól, hogy egyes esetekben a diák ugye gyakorlaton, szakmai elméleten, szakmai gyakorlaton és akár otthon végezheti vagy végzi a feladatait. Ezt komplett csomagként kezeljük idézőjelben a csomagot, amely egy picit modellezi a való életet, és ahol nem csupán feltétlenül a munkahelyünkön direktben végezzük a feladatokat, nem különböző tervezői feladatokat végzünk akár otthonunkban, nyilván munkaidőnek számító otthonunkban, és így tovább. Van olyan iskola, ahol nyilvánvalóan úgy döntöttek, és ezt hangsúlyozom, hogy a Békés-megyei Szakképzési Centrum tekintetében az iskoláknak teljes autonómiája volt abban, hogy ők hogyan folytatják az oktatásukat. Volt olyan iskola, például a Nemes Tihamér iskolánk, ahol egy hétig bent van a diák, egy hétig otthon van a diák, így próbálják elszeparálni őket egymást, és minél kevesebb diákot bent tartani az intézmény falain belül. De például a Trefort iskolánkban azt találta ki a vezetés, hogy háromféle csengedési módot és háromféle iskolakezdési, órakezdési módot vezettek be, így módon elcsúsztatva jelennek meg a diákok a folyosókon, esetleges közösségi terekben. Úgyhogy megpróbálunk, és természetesen a fertőtlenítéseket és mindenféle ilyen típusú megelőző intézkedést azt megsokszoroztunk. Úgyhogy azt gondolom, hogy a Békés-megyei Szakképzési Centrumban mindenféleképpen jó helyen vannak így módon a diákok, és a lehető legtöbbet tesszük meg. A kollégiumokban milyen fajta szabályozást, ellenőrzést, biztonsági intézkedéseket hoztak? A kollégiumok tekintetében szintén megsokszoroztuk egyrészt a munkaerőt, másrészt pedig azt a feladatot, amelyet a kollégáink végeznek így módon a fertőtlenítés, illetve a megelőzés tekintetében. Én azt gondolom, hogy a diákok jól állnak hozzá ehhez a feladathoz, tehát oly módon, hogy a közösségi tereket úgy használják, hogy egymással maszkban beszélnek, megpróbálják ezeket a kontaktusokat a leg
rövidebbre, illetve a minimalizálni azt. Azon diákok, akiknek pedig bármilyen olyan gyanú van, amely, vagy gyanú mutatkozik, amely arra utalna, hogy a koronavírus, vagy bármely más ilyen típusú betegség előjeleit hozná, őket a megfelelő riasztási sorrend mellett általában hazaküldjük, segítve, illetve nyilván előre az orvossal, illetve a szülőkkel egyeztetve, és megpróbáljuk izolálni őket, valamint amikor ők akár arra a rövid időre is, amíg a kollégiumban vannak, megpróbáljuk a többiektől teljes egészében külön helyezni. Mit tanácsolna igazgatóként? Körülbelül azért mire lehet számítani? Ugye azt mondják, Orbán Viktor is azt jelentette be szombaton, hogy ameddig lehet, azért tartják a frontális tanítást, és lokálisan próbálják kezelni a problémát. Önök mit tapasztalnak, mire számítanak? Én azt gondolom, hogy talán ez volt a leghelyesebb döntés, hisz mi a szakképzési centrum tekintetében, amikor kidolgoztuk ezt az eljárásrendünket, akkor a belső javaslataink is ezek voltak, mégpedig én úgy látom, és most azért láthatjuk, hogy itt a közvetlen környezetünkben is van megbetegedés, de az is jól látszik, hogy már két hete nem megy az iskola, és két hete nem tűnik úgy, hogy a szakképzésben, vagy akár az általános vagy középiskolákban olyan őrült mód megemelkedett volna a betegségek száma. Így módon azt gondolom, hogy sikeresnek mondható ez a védekezés. Továbbra is azt tudjuk mondani, hogy azon kollégák, illetve külsős együttműködők, akik a szakképzési centrum épületébe szeretnének belépni. Mi, ahogy most is egyébként ezt az interjút, nagyon-nagyon arra vinnénk a gondolkodást, hogy próbáljunk meg elektronikusan együtt gondolkozni, mert próbáljuk meg így tartani a kapcsolatot, és ha lehet, akkor kerüljük a közvetlen kontaktot embertársainkkal. Nagyon szépen köszönöm, ez volt az Aktuális, holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk magazinunkkal. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!